Üdvözlök mindenkit! Ez alkalommal a vihar lecsendesítésének a történetét fogjuk áttekinteni, ami egy különleges történet, már azért is, mert csak egyszer tett ilyet Jézus a földi szolgálata alatt. Ezt a történetet mind a három szinoptikus evangélium megörökíti, és ezek közül én most Máté evangéliumából szeretném felolvasni a történetet. A 8. fejezetben található. Először a 18. verset olvasom, utána pedig a 23-tól a 27. versig terjedő részeket. Látván pedig Jézus a nagy sokaságot maga körül, parancsolta, hogy menjenek a túlsó partra. És mikor hajóra szállt, követték őt az ő tanítványai. És íme nagy háborgás lett a tengeren annyira, hogy a hajót elborítják, a hullámok, ő pedig aludt. És az ő tanítványai hozzámenvén felkeltették őt, mondván, Uram, ments meg minket, mert elveszünk. És mondták néki, mit féltek, ó kicsiny hitűek? Ekkor fölkelvén megdorgálta a szeleket és a tengert, és lett nagy csendesség. Az emberek pedig elcsodálkoztak mondván, kicsoda ez, hogy mind a szelek, mint a tenger engednek néki. Ennek a történetnek az előzménye az volt, hogy Jézus 7 példázatot mondott el, ezt Jézus tengerparti beszédének is szokták nevezni, mivel Jézus egy hajóról prédikált, miközben a hallgatók a partról hallgatták őt. Ennek a történetnek az időrendjét, hogy hogyan helyezkedett el a többi esemény és történet sorában, legpontosabban Márk és Lukács örökítette meg. Ennek alapján tudjuk, hogy időszámításunk szerint 29 őszén zajlott ez az esemény vagy történet. Jézus galileai szolgálata alatt az úgynevezett második missziós út során valahol ennek ezen belül konkrétabban nem tudjuk, hogy mikor. Mit tudunk meg a történet közvetlen előzményéről? Ezért olvastam fel a 18. verset is, látván pedig Jézus a nagy sokaságot maga körül parancsolt, hogy menjenek a túlsó partra. Jézus erre az időszakra már annyira ismerté vált, hogy tulajdonképpen állandóan tömeg vette őt körül. Szinte alig tudott olyan időt kiszakítani magának, amikor egyedül lehetett. Olvassuk Jézusról, hogy éjszaka imádkozott, vagy elvonult néha egy puszta helyre, de egyre ritkábban volt erre lehetősége, hisz annyira körülvették őt az emberek, gyógyulásra vágyó betegek jöttek hozzá, vagy mások más kérdésekkel, problémákkal, és Jézus ember volt. Ő is kifáradt, ő is, olvassuk, hogy megéhezett, megszomjazott. Hozzánk hasonló emberré lett Jézus. És a sok munka eredményeként kifáradva, ő is pihenésre vágyott, megnyugvást keresett, szüksége volt is erre nyilvánvalóan, és így Jézus úgy döntött, hogy látva a nagy sokaságot maga körül, most mégis egy másik helyre szeretne elmenni. Tanítványainak adta ki ezt a parancsot, hogy menjenek át a túlsó partra. Ezzel kapcsolatban egyént annyit tudunk, hogy ugye a galileai tengeren játszódik ez a történet, hogy a túlsó part az valószínűleg 10 város, vagy más néven Dekápolisnak a területe lehetett, tehát a tónak a keleti oldala. Ez egy ritkán lakott vidék volt, egy pogányok lakta terület volt. Itt is levonhatunk egy tanulságot már ennél a pontnál, hogy vajon mindenkinek szüksége van pihenésre, nyilvánvaló. Tehát nincs kivétel. Ha sokat dolgozunk, hogyha folyamatos aktivitás van az életünkben, akkor helyet és időt kell találnunk nekünk is a megpihenésre. Nem lehet szünet nélkül tevékenykedni. Noha sok ember ezt megpróbálja. Ennek mindig kárát látjuk. Tehát előzzük meg azt azzal, hogy mi is megtaláljuk az idejét és a helyét a pihenésnek. Tehát ezt látjuk Jézus példáján is, hogy ő is itt most elindult,
tanítványokkal együtt, ott hagyva a tömeget egy nyugodtabb, egy csendesebb helyre. Mi zavarta meg ezt a tengeri utat? A 22. verstől ugye látjuk a történet leírásában, hogy Jézus hajóra szállt, követték az ő tanítványai, de ezt a békésnek vagy csendesnek ígérkező utat megzavarja egy nagy vihar. Háborgás lett a tengeren, de ez nem is akármilyen vihar volt, hisz azt olvastuk, hogy a hullámok a hajót elborították, és Jézus kimerültségét mi sem mutatja jobban, hogy Jézus ilyen körülmények között is tulajdonképpen aludt. Ez a hajó, amivel Jézus és a tanítványok utaztak, ez egy kisméretű halászhajó volt, tehát ne valami nagy hajóra gondoljunk. Egy másik evangélium, Márk jegyzi fel, hogy Jézusnak volt korábban egy ilyen kérése, hogy egy kis hajót tartsanak neki készen a sokaság miatt, hogy ne szorongassák őt. Tehát ez lehetőséget adott Jézusnak arra, hogy egyrészt beszélni is tudott, beszédeket tudott tartani ebből a hajóból, vagy így a tömeg nem kellett magát átpréselnie, tehát szabadon tudott mozogni, hogy ne, tehát azért, hogy ne szorongassák őt. Azt is megörökíti Márk még ennek a történetnek a kapcsán, hogy más hajók is követték Jézus hajóját, amikor elindultak a másik partra. Lehettek olyan emberek, akik mindenképpen szerettek volna Jézussal találkozni, és nem hagyták, hogy elmeneküljenek, úgymond. Tehát követték Jézus hajóját. Már kora este lehetett, amikor el tudtak indulni, és ekkor tör ki ez a vihar, ez a háborgás, ugye így fogalmaz Máté evangélista. A eredeti szöveg, görög szöveg a szeizmos szót használja, ami földrengésnek is fordít máshol a Biblia, például Máté evangélium a 24. fejezetében. Mit jelent ez? Ez egy rendkívül nagy vihar volt. A Galileai tó egyébként ismert volt arról, hogy rendszeresen pattantak ki ilyen nagyon nagy viharok, noha nem volt olyan nagy méretű tó, de viharos volt az időjárása, tehát nagy intenzitású viharok rendszeresen megjelentek. És mivel, hogy eddig csendes volt a tenger, a tanítványok se számítottak arra, hogy ilyen nagy vihar csaphat le rájuk. És azt is olvassuk, hogy a hajót a hullámok elborították annyira, hogy már megtelt, ugye ezt Márk evangélista hangsúlyozza, tehát, hogy ilyen mértékű vihar volt. A tanítványok, akik tapasztalt halászok voltak, hát őket is meglepte ennek a viharnak az intenzitása. Ők tudták, hogy mit kell tenni vihar esetén. Ez rajtuk is kifogott. Erre valószínűleg nem számítottak. És a hajó közel volt már a pusztuláshoz. Itt is hadd vonjunk le egy tanulságot. Ez egy konkrét vihar volt, amin ugye a tanítványok keresztül mentek, de értelmezhetjük ezt jelképesen a mi életünkre nézve is. Vannak a mi életünkben is viharok. Nyilván nem kevés. Mindenkit érnek problémák, tragédiák, nehézségek, betegségek akár, bonyodalmak, amiket viharként élünk meg, vagy válságok. A Biblia beszél a történelem viharairól is, olyan válságos időszakokról, amikor a háborúk, a járványok elszaporodnak, Jézus második eljövetele előtt, és készen kell állnunk tulajdonképpen mindig bármilyen viharra. Külső körülmények, vagy belülről jövő kísértések, amikkel Sátán ostromol bennünket, vagy megkötöző gondolatok. Tehát a viharok sajnos azt lehet mondani, hogy mindnyájunk életében időnként jelen vannak, tehát megjelennek ezek, sokszor váratlanul. Hogy korábban már utaltam rá, hogy milyen mértékű volt Jézus kimerültsége, ez mutatja, hogy mindeközben ő aludt, miközben a vihar tombolt. Márk evangélista kiegészíti a beszámolót azzal, hogy Jézus a hajónak a hátsó részében úgynevezett fejaljon aludt, ami tulajdonképpen egy egyszerű párna lehetett, és ezzel kapcsolatban engedjék meg, hogy egy
rövid kommentárt olvassak a Jézus élete című könyvből, amit Alan Goldwhite írt. Ez a történethez egy részletes kommentárt fűzött. A 278. oldalon ez a következőképpen hangzik. Nekünk is egy tanulság. Miért is tudott Jézus aludni látszólag ilyen nyugodtan, ilyen körülmények között, vagy mélyen? Ahogy Jézus hittel pihent atya gondviselésében, úgy kell nekünk megpihennünk megváltunk gondoskodásában. Tehát Jézus alvása a viharban. Egyrészt erre a magyarázat, hogy kimerült volt. Egy másik magyarázat, amit ez a szerző ad. Egy másik lehetőség, hogy Jézus mindeközben tudta, hogy mi történik, de ő hittel pihent meg az atya gondviselésében. És nekünk is ugyanezt kell tennünk. A mi életünknek a viharaiban is tulajdonképpen a legjobb, ha ezt tesszük, hogy mi is a megváltunk gondoskodásában, gondviselésében próbálunk megpihenni. És sokszor tapasztalhattuk már az életünkben ezt korábban. Visszatekinthetünk múltbeli tapasztalatokra. Tehát megpihenhetünk, nem azt jelenti persze, hogy gondtalanul, tétlenül nézzük végig a válságos időszakokat, de megnyugodhatunk, nincs okunk a pánikra. Majd később ezt látjuk Jézusnál is, amikor felébresztik. Hogyan reagáltak erre a helyzetre, erre a váratlanul kitört viharra a tanítványok? Azt olvastuk a beszámolóban, a tanítványok kétszer szólítják meg Jézust. 25. versben olvastuk, hogy és a tanítványok hozzámenvén felköltötték őt, mondván, Uram, ments meg minket, mert elveszünk. Egy másik mondat is elhangzott, valószínűleg még ezelőtt, ezt Márk evangélista jegyzi fel a 4. fejezet 38. versében, ez egy szemrehányás volt. Következőképpen hangzik, Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk. Tehát mondhatjuk, hogy egy szemrehányás volt, vagy számonkérés volt. Nem volt igazuk a tanítványoknak. Nem volt igaz az, hogy Jézus ne törődne velük, hogy ők elvesznének. Nyilvánvaló, hogy a tanítványok is itt nagyon féltek, pánikban voltak. Azt írja ezzel kapcsolatban a korábban idézett szerző, ugyanezen a helyen, 278. oldalon, ha a tanítványok bíztak volna benne, békében maradtak volna. A veszedelemben tanúsított félelmük megmutatta hitetlenségüket. Abbeli erőfeszítésükben, hogy megmeneküljenek, megfeledkeztek Jézusról. Csak akkor fordultak hozzá, aki segíthet rajtuk, amikor magukban már nem bízhattak. Figyeljük meg, hogy mi emberek is mennyire ilyenek vagyunk, tehát ez a leírás, ez azt gondolom, hogy bármelyikünkre ráillene, hogy a mi életünkbe is jönnek a viharok vagy a nehézségek. Milyen gyakran ez van, hogy csak akkor fordulunk segítségért, csak akkor imádkozunk, akkor kezdünk Istenre gondolni, akkor már minden emberi lehetőséget kipróbáltunk. Már, hogy úgy mondjam, a 360 foknak mindegyik fokát megnéztük, hogy merre lehetne menni, mit lehetne csinálni, és ha ezeket kipróbáltuk, végigjártuk, csak akkor kezdünk felfelé nézni, hogy hát esetleg tehet valamit az Isten, hogy segíthet az Isten is rajtunk. Minden emberi lehetőség kudarcot vallott. A tanítványok is ebbe a hibába estek bele, és sajnos ez hitetlenség volt. Kimondhatjuk, hogy ez egyértelműen hitetlenség volt. Megfeledkeztek Jézusról. Pedig hát vele együtt voltak. Vele együtt jártak már régóta. És ott utazott velük Jézus is. Elfeledkeztek róla. Sajnálatos dolog ez, de ugye itt mégis hozzáfordulnak, és felébresztik Jézust, és érdekes az, amit Jézus mond, ahogy ő reagál, mit tesz Jézus ekkor, a 26. versben olvastuk, és mondta nékik, mit féltek, ó kicsiny hitűek? Ekkor fölkelvén megdorgálta a szeleket és a tengert, és lett nagy csendesség. Márk evangélista hozzáteszi ehhez a beszámolóhoz azt a mondatot, ami még
keményebb volt Jézus részéről, amit mondott, mert a 4. fejezet 40. verse szerint ez is elhangzott, ez a kérdés, hogy miért vagytok gyávák? Hát nincs hitetek? Tulajdonképpen kimondhatjuk azt, hogy ez a viselkedés, amit a tanítványok itt tanúsítottak, ez gyávaság volt. Ott van az életünkben a gyávaság, a hitetlenség mellett a gyávaság, hogy félünk, hogy megijedünk, amikor nem is lenne okunk rá, mert visszatekinthetünk múltbeli tapasztalatokra, esetleg csodákra is, amik az életünkben ott voltak. És mégis, amikor jön a vihar, vagy jön a baj, akkor gyávák vagyunk, akkor félünk, rettegünk. Hát sajnos ez volt a helyzet, úgyhogy Jézusnak a kérdése, szembesítése, mondom, hogy helyén való volt ebben a helyzetben. Tanítványok nem tudtak most bízni Jézusban, hogy ebben a helyzetben is segíthet rajtuk. Az tény, hogy Jézus korábban nem tett ilyet, tehát vihar lecsendesítéséről más történetet nem olvasunk, hogy Jézus a természet erőinek parancsolt volta. Úgy tűnt, hogy a tanítványok noha hívő emberek voltak azért, de a hitüket ez már meghaladta, hogy Jézus akár még a természet erőin is úrrá lehet. És ezt tette Jézus ezután, ahogy olvastuk is, a beszámoló szerint megdorgálta a szeleket, megdorgálta a tengert, és a természet erői azonnal engedelmeskedtek. Milyen érdekes ez tehát, a természet ura, a teremtő, természet és a teremtő találkozik most, és a teremtő parancsol a teremtménynek, a viharnak, a tengernek, és az engedelmeskedik. Nyilvánvaló az is, a történetünk nem beszél erről, ez csak egy pici kitérő, hogy Jézus nem a saját erejével végezte el ezt a csodát, hisz Jézus, amikor földre jött, letette az ő isteni hatalmát, csak az isteni személyiségét őrizte meg, és ő az életét hit által élte, az atyával való szoros kapcsolatban élte, és minden csoda, amit Jézus tett, a gyógyítások, ez a csoda is tulajdonképpen hit által valósult meg. Mutatja ez azt is, hogy mire képes az igazi hit? Hát igen, azt látjuk, hogy valóban a tenger és a szél, a vihar azonnal engedelmeskedik. Még egy utolsó tanulság, amit szeretnék levonni ennek a történetnek a végéhez érve, ahogy korábban említettem, tehát ott vannak a mi életünkben is a viharok, és ott van a békétlenség is sajtos, a hitetlenség, a gyávaság. Minden ember tapasztalata, azt lehet mondani, amit Ézsaiás próféta fogalmaz meg az 57. fejezet 20-21. versében, figyeljük meg, hogy mit ír itt ez a ószövetségi próféta: a hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, amely nem nyughatik. Nincs békesség, szól Istenem, a hitetleneknek. Nincs békesség a hitetleneknek. Tehát valódi békességet nem szerezhetünk addig, amíg nem találjuk meg a valódi hitnek a forrását. Minden ember tulajdonképpen Isten nélkül ilyen, mint a háborgó tenger, ahol a indulatok fornak bennünk, ahol jönnek az újabb és újabb helyzetek, és ezekre rosszul reagálunk, harag, indulat, vagy sértődés, vagy ki tudja mi minden, rossz indulat, ott van ez a háborgó tenger, erre emberi megoldás nincs, csak az Isten, csak a hit. Nincs békesség, hangsúlyozza Ézsaiás a hitetleneknek. Korábban idézett Ellen Goodwight ezt teszi még hozzá ehhez a történethez, ennek a történetnek a kommentárjában: a bűn tönkretette békességünket, míg az ént meg nem fékezzük, nem lelünk nyugalmat. A szív parancsoló szenvedélyeit nem irányíthatja emberi erő. Itt épp oly tehetetlenek vagyunk, mint a tanítványok a dühöngő vihar lecsendesítésében. Ő viszont, aki a galilai hullámtarajoknak békét szólt, a béke szavait mondja
minden léleknek. Bármi vad is a vihar, aki Jézushoz kiált, Uram, ments meg minket, az megszabadul. Kegyelme megbékíti a lelket Istennel, lecsendesíti az emberi szenvedélyek küzdelmét, szeretetében megpihen a szív. Tulajdonképpen azt mondhatjuk ennek alapján valóban, hogy ez a szerző is megfogalmazta, az szívnek a parancsoló szenvedélyeit nem tudjuk emberi elővel irányítani. Nagyon sokan megpróbálták ezt a történelemben. Különböző vallások tanították azt, hogy az ember tudja magát uralni, vagy módszereket próbáltak kifejleszteni emberek, hogy hogyan kontrolláljuk a saját elménket, vagy a saját testünket. Ezek a módszerek tulajdonképpen mind kudarcot vallottak, hisz az általános emberi tapasztalat mégiscsak az, hogy nem vagyunk erre képesek. Nem tudja emberi erő irányítani a bennünk lévő indulatokat, a viharokat, ugye ahogy a történetben is ezt láttuk. Tehetetlenek vagyunk. Sokkal nagyobb erővel állunk szemben, amivel szemben mi tehetetlenek vagyunk. De azt mondja ez a szerző, és ezzel egyetérthetünk, bármilyen vad is a vihar, ha mi is ezt kiáltjuk, hogy Uram, ments meg minket, ha fel tudunk kiáltani, a segítség meg fog jönni. Ahogy a történetben is ezt láttuk, hogy noha Jézus megdorgálta őket, szembesítette őket, de azért segített ebben a helyzetben. És mindnyáján átélői lehettek ennek a csodának, hogy a vihar lecsendesül. Hát ezt kívánom én is mindnyájunknak. Azt írja a római levél, hogy megigazulván hit által békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. A római levél 5. fejezet első verse volt ez. Tehát megigazulván hit által, ha mi az életben a megigazulást keressük, a mi életünknek a megtisztulását keressük a rossztól, az igazságot keressük, és mindezt hit által, nem emberi erővel, nem emberi értelemmel, hogy hol van az életünkben a hit, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. És hát a történetnek a lezárása, a 27. vers, ugye erről még nem beszéltünk, tulajdonképpen érthető is ez, hogy az emberek ezt látva elcsodálkoztak, mondván, kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek néki. Igen, ilyen a mi Istenünk, aki a természetnek az ura, de a mi természetünknek is az ura. A mi emberi természetünk, az emberi indulatainkat ő le tudja csendesíteni, hogyha ezt kérjük, hogyha ezért kiáltunk. Ez a mi részünk, hogy nem magunk próbáljuk ezeket uralni. A saját életünk viharait nem mi akarjuk megoldani. Kérjünk tehát az Istentől segítséget, kiáltsunk mi is, és ne csak az utolsó pillanatban, amikor már az összes emberi lehetőséget kipróbáltuk, végigjártuk, ne csak akkor vonjuk le ezt a következtetést, hogy most már imádkoznunk kellene, vagy hát felfelé is kellene néznünk. Ne várjuk meg ezt a pillanatot. Kezdjük ezzel, amikor a bajok, a viharok jönnek az életünkben. Ezt kívánom mindnyájunknak.